Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Fadi Podcast legújabb adása. Üdvözlöm Hajnal Tamást, a Fadi sportigazgatóját, Szerbusz Tamás. Szia Gyuri. És Szűcs Tamást, a Fradi Média főszerkesztőjét. Szia Tami. Sziasztok. Hát két meccsen vagyunk túl. Az egyiken kaptunk, a másikon rúgtunk egy gólt. Haladjunk időrendben, így a legegyszerűbb. Tomi, szakmázunk egy kicsit. Azért elég váratlanul ért bennünket legalábbis itt házon belül, de szerintem a szurkolókat is, hogy a Puskás Akadémia ellen pont nélkül maradtunk. Így van, mi is csalódottak voltunk a mérkőzés után. Uh, ugye nagy célunk volt, hogy egy győzelemmel ugye tudjunk egy nagyobb távolságot kialakítani a puskás és, és közöttünk. Ez sajnos nem sikerült, uh, nem kezdtük jól a mérkőzést, uh, sok hibával játszottunk. Uh, ugye aztán jött a kiállítás is, ami... Bocsánat, ha már kiállítás, akkor bennem megfogalmazódott, hogy Zsöszvi Momó vagy, vagy Abcug Momó, Szóval érezzünk együtt besítsel vagy mondjuk azt, hogy rendkívül felelőtlen volt, melyik. Nem árulok egy nagy titkot, ugye a szünetben nem is nagyon találtuk, tehát szó szerint értsd, nem találtuk elmenekült önmaga is a világ elől, és most, hogy szégyelte magát, zavart volt, vagy dühös volt, vagy, vagy egyszerűen csak... Az indulatok még mindig dúltak benne. Nem tudja, ő is érezte, hogy hogy rosszul kezdte a mérkőzést, hogy nem volt jól a mérkőzésben, sajnos sok hibával játszott, és ezt utána megpróbálta jóvá tenni, ugye, de ott aztán rossz ütemben csúszott be háromszor is, amit egy ilyen rutinos játékosnak... Hát Tegyen neked jóvá a besics. <laughs> nem, egy ilyen rutinos játékosnak ezt nem szabad elkövetnie. Ezt ő tudja nagyon jól, ezért is volt úgy, hogy, hogy nem találtuk, és, és ezt neki is fel kell dolgoznia. Úgyhogy a csapat viszont, ezt mondom, a kiállítás után, meg főleg a második fél időben nagyon jól reagált. Tényleg akkor, akkor, azt a játékot mutattuk egy emberre kevesebben is, amit tulajdonképpen az első fél időben is vártunk volna. Ugye meg volt az a két-három lehetőségünk, amit a puskás ellen azért nem olyan egyszerű kialakítani, mert amiben erősek az tényleg az a védekező munkájuk és a stabilitásuk. Labdabirtoklásban föléjük tudtunk nőni tényleg jelentősen, több mint 60%-ban birtokoltuk. De nem volt az az igazi átütő erő meg bennünk ezen a mérkőzésen, amire szükség van. Tudtuk, hogy és ezt előzetesben is beszéltük, hogy hogy egy nagyon nehéz felkészülés, hogyha ezt annak lehet nevezni tulajdonképpen pont a nemrég beszélgettünk, hogy ugye először a csapat nem állt rendelkezésére, aztán ő vele is volt egy pici eh, probléma, úgyhogy eh, tényleg most kezdődik tulajdonképpen igazán a, a munka munkaérdemű része, a játékosok visszatérnek. Eh, Hétvégére már várjuk az Afrika kupáról visszajövő játékosokat. És Mendig tart a repülőt, azért ennyire messze nincsenek? <laughs> nem, nem, de hát ugye nekik semmilyen szünetük nem volt. A bajnokság után egyből kezdték a felkészülést a válogatottal. Ugye játszottak is ott azért, főleg Aisha, ugye Ryan is a sérüléséből felépült az utolsó két mérkőzésen. Úgyhogy néhány napot kaptak most, hogy picit felfrissüljenek, mentálisan jó állapotban legyenek és azt várjuk, hogy pénteken érkeznek vissza Budapestre. Visszakanyarodva még a felcsúti találkozóhoz, nekem kettő dolog tűnt fel, ami azért a futballban elő szokott fordulni, de nem értik általában a szurkolók. Itt is az, hogy tíz emberrel hogy tud jobban játszani egy csapat, mint tizeneggyel. A másik pedig Besicsre visszatérve, azért ugye mi láttuk azt, hogy jól láttuk, hogy le szerette volna cserélni a mester? Hát ezt most így nem tudom megmondani, ugye én is a, a, a lelátóról nézve a mérkőzést... A Bálintot elküldte melegíteni, még igen, a piros de, előtt. De az olyan gyorsan történt, az a, a sárgalap miatt akarta, ugye, hogy már megvolt a sárgalap, volt egy fal, tulajdonképpen ahogy azt elkövette, már abban a pillanatban a bálint igen, már úton volt melegíteni, csak utána a bíró... Most azt mondom, hogy jogosan, bár lehet, hogy adhatott volna még egy figyelmeztetést, egy utolsót, de nem tette ezt meg. Úgyhogy ezzel Énünk kellett tulajdonképpen, hogy el kellett fogadnunk ezt a döntést, de igen, hogyha lett volna még két perc tulajdonképpen, és erre az akció nem adott volna sárga lapot a bíró, akkor biztos, hogy igen, hogy reagált volna az edző, ami, ami, jogos is lett volna, úgyhogy sajnos ez egy rossz nap volt neki, tényleg segíteni kellett ezt feldolgozni, a tanulságokat levonni, és Beszéltél megyünk vele? tovább. Beszéltél az, az utat? Nem, most erről nem, be. ugye jött az Újpest mérkőzés, és tényleg arra volt a teljes fókusz, de majd fogunk beszélni most a héten, még mindenféleképpen. És akkor vissza a Tomi kérdéséhez, hogy miért tudtunk tíz emberrel jobban játszani. Én, én úgy fogalmaznék, hogy az első fél órában voltunk, de utána valahogy csak sikerült felpörögni. Tíz emberrel könnyebb, nincs kiveszel egy féket? Nem, nem. Ez, ez jó, de mentális oldalról múlik ez, amikor az első mérkőzésen egy picit óvatosabb vagy, nem tudod pontosan, hogy hogy tényleg uh, milyen formába vagy, uh, próbálod keresni úgymond a fogást az ellenfelen, és te is a ritmus felvenni, de, de, erre nincsen idő sajnos, szóval, hogy ezt az ellenfél akkor kihasználja azonnal, és a második fél időben pedig pont az, hogy, uh, hogy mentális oldalról fölpörgött a csapat, tudta minden játékos, hogy most egy picit többet kell csinálnom, meg kompenzálnom kell az egy ember hiányát, és sokszor van ez a fenomén amúgy egy, uh, egy mérkőzésen, amikor kiállítanak egy csapatból, hogy sokkal nagyobb koncentráltság, sokkal nagyobb uh, erőbedobást tesz, akkor mindenki bele, és, és ez látszódott is a játékon. Nekünk azt kell megérteni, hogy, hogy ahhoz, hogy a képességbeli dominancián ki tudjon jönni, ahhoz az alap dolgokat, ami a futás, a küzdés, ezt meg kell tenni, párharcok felvétele, megnyerése, akkor jön majd ki a mi képességbeli különbségünk, és akkor tudjuk megnyerni a mérkőzéseket. Mérkőzés előtt láttam a Besicsen, hogy valami elképesztő transzban volt. Akkor persze ez úgy tűnt, legalábbis én azt gondoltam, azt reméltem, hogy ez pozitívan fogja befolyásolni a teljesítményét, de úgy tűnik, hogy talán túl, túl tolta. Mó is persze, mint minden játékos bizonyítani akar ugye az új, az új edzőnek, és, és, összességében ugye ő egy nehéz időszak után került hozzánk, ugye kevés mérkőzéssel, nem, nem messze nem csúcsformában, messze nem top fizikális állapotban. Ugye most volt egy ilyen problémás felkészülés, ahol ő se tudta azt a munkát elvégezni, ami neki is nagyon jót tett volna. Úgyhogy ez megtörtént, ilyen van a fociban, egy rossz nap, úgyhogy most azon kell dolgozni, hogy, hogy vele együtt őt hogy építsük fel, és biztos vagyok benne, hogy a csapatnak még a jövőben nagy segítségére tud lenni. Lesz is egyébként. Sokan arra gondolnak, hogy hogy többé nem engedi a, a kezdőbe a mester. Ne, hát most minden játékosnak bizonyítania kell, minden mérkőzésen. Ugye a Mó teljesen, Mó teljesen hogy mondjam, azonosul a klubbal, és, és, mindent megtesz a siker érdekében. Persze, nagy a konkurencia harc, és Stanislav majd el fogja dönteni, hogy, hogy ki érdemes arra, hogy a kezdőben játszon, ki tudja a legjobban segíteni a csapatot, de nekünk meg az a feladatunk, hogy a játékost építsünk és a legjobb állapotba hozzuk, hogy ezt ő a pályán tudja mutatni. Persze ez kell az ő ö, része is, hogy ezt megtegye. Ezután, a találkozó után tudjuk, hogy jött a derbi. Elfogytak gyakorlatilag a belső középpályásaink, ha már besicsesztünk, és egy olyan szerepkörben tűnt fel tokmák, amiben, ha jól tudom, még nem nagyon láttuk játszani a Fradiban, és remekül játszott. Ez kényszer -e, vagy készült -e erre a szakmaistán? Valahol a kényszer, igen, de ugye Toki már pont a puskás ellen ugye a második fél időben visszakerült erre a pozícióra, és már ott látszott, hogy hogy milyen jó megoldja, és mennyire azonosulni tud ezzel. Ugye nem egyszerű támadó játékos számára, amikor azt mondják, hogy jó, most egy valamennyivel több védekező feladatot kell ellátni, több taktikai feladatot kell ott megoldani, ugye egy középső-középpályás poszton. Nevezzük most hatosnak, bár ugye a feladatok eloszlásából ez úgy volt, hogy a a Bálint volt inkább a hatos, a Toki inkább egy sorra a feljebb, nyolcas pozícióban, ami az ő képességükből adódóan és azzal a dominanciával, amivel az első fél játszottunk, ez, ez, tud működni. Úgyhogy most nem mondom azt, hogy egy nemzetközi mérkőzésen ez a, ez a, követendő példa, de, de ez is az erényünk kell, hogy legyen, hogy a játékosaink meg a rendszerünk is flexibilis, hogy ezzel az ellenfeleknek is nehézséget tudjunk okozni, akár mérkőzésen belül is váltani, és azt, hogy Stanislavnak az erénye amúgy nagyon, hogy a játékosokkal el is hiteti, hogy ami eddig esetleg nem volt szokványos, vagy, vagy mindennapos, hogyha, 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 tényleg fejben elfogadod ezt a feladatot, és, és tényleg úgy állsz hozzá, a Toki nagyon-nagyon jó partner, tényleg hosszú idő óta, és az első két mérkőzésén is nagyon jó teljesítményt nyújtod, az öltözőben is nagyon fontos szerepet tölt be, úgyhogy örülünk neki, hogy ilyen jó kezdtem most ezt az évet. Ja, a bennem rejlő minimális cinizmus azért azt mondhatja, hogy Tokinak nem csak a támadó pozíciója volt új, hanem az is, hogy visszajött védekezni, mert itt összerendszeresen azon pufogtunk, hogy azt láttuk, hogy egy-egy támadás után, mintha a kapussal kávézott volna az ellenfél kapusával, és ott maradt. De nagyon, most nagy, nagyon kritikus vagy Gyuri, valahogy mindig a, mindig ezt a negatív dolgokat látod meg. Persze a csapatnak együtt kell dolgoznia, együtt kell támadni, együtt kell védekezni. Ez, ez magától értetődik. Úgyhogy, a szegénél sem... megszoktuk egyébként, csak aztán valahogy úgy, úgy, nem úgy alakult. Vagy csak én nem, most a... valóban? Nem, most ugye a labdavesztés utáni reakciók, persze az nagyon fontos, ugye ez sokat edzése csapat, hogy ott az első négy-öt másodperc, hogy hogy reagálunk, azonnal megpróbáljuk visszaszerezni, természetesen ez kell a szervezettség, hogy abból kiindulva nem pedig egy, nem pedig egy rendezetlen és káoszerű dologból, mert azt hiszem, hogy könnyen kihasználhatják az, könnyen kihasználhatják az ellenfelek, Úgyhogy, és ez mindenkire szükség van, ugye ezt a támadónál kezdődik el mindig a védekezés, ugye most ebben az esetben fortune vagy ryan vagy Franknél, és egészen ugye teljesen a kapusig megy vissza. Általában az edzők nem szoktak szándékosan kiemelni mérkőzés után játékosokat, de talán egy sportigazgató megteheti, hogy egyesével is megyünk a játékosokon, elemezzük a teljesítményüket, vagy akár azokét, akiket kiemelnie ki az, aki, akitől többet kaptál sokkal. Mindenkitől többet kaptunk, hiszen nyertünk, mindenki jól játszott. Ki az, akitől még annál is többet láttál, kaptál? Most a derbire vonatkozóan? Igen, olyan? most már a derbiről beszélünk. Hát a Toki Szerintem ugye főleg azt, amit már előbb kielemeztünk, az ő új szerepköréből adódóan, tényleg nagyon jó játszott szerintem. Fortune is úgy gondolom, hogy pehes volt tényleg a befejezésével, de nagyon veszélyes volt, jó megtartotta a labdákat, tényleg az erényeit láttuk, hogy mire képes, ha terület van neki, illetve akkor is, hogyha szűk területen kell megoldani. Reméljük, hogy minél hamarabb sikerül neki a gólt megszerezni. Én azt gondolom, hogy tényleg az első fél egy nagyon jó csapat teljesítmény volt, egy nagyon homogénan működött a társaság, Robi Mak is uh, aktív volt, uh, egy jó akciói voltak. Ott hiányzott, uh, hiányzott tényleg az a, az utolsó, hogy mondjam, koncentráltság, meg tudatosság, hogy igen, a, a mérkőzést arra játszuk, meg azért alakítjuk ki a helyzeteket, azért építjük fel a támadást, hogy a végén, ugye le kell zárni, ez a gyilkos ösztön bennünk kell, hogy legyen. Ez hiányzott egy-két szituációban, mert Ugye nem tudsz azért 90 percen keresztül folyamatosan csak mindig helyzetet, helyzetet kidolgozni, az ellenfélnek is lesz valamikor jobb fázisa, épp ezért kell az első helyzetekre még jobban odafigyelni. Értem, akkor ne beszéljünk egyes olyan játékosokról, akik a pályán voltak a kezdőben, de van pár játékos, akit ö, tényleg időről időre csak meg kell kérdeznünk. Például Mennyiben befolyásolja majd a jövőbeni teljesítményét Loncsárnak, hogy gólt hogy szerzett? Ugye tőle nagyon sokat várnak a szurkolók, hiszen a vételára miatt is, a, a neve miatt is, és, és hát most végül is halhatatlan lett, ugye? Így hívják, Tomi, a, a derbi győztes szerzett. Hát, újpesten. Igen, hát ugye egy, egy játékosnak is persze most a Loncsi esetében is meg kell ragadnia ilyenkor az ilyen szituációkat, az ilyen időszakokat a pályán és örültem nagyon, hogy a gólt tényleg látszott, hogy ott benne volt ez az elhatározottság, az, hogy igenis, én most itt gólt akarok lúdni. Ilyenkor megvan a szerencséd is, amire szükség van. Előtte volt egy nagyon szép átadás az Alexed. Ez tulajdonképpen két olyan momentum, tényleg egy, egy hatostól, nyolcastól, ami azért nem gyakran van egy-egy mérkőzésen. Úgyhogy ezt szeretnénk minél többet látni tőle, de azért az ő mezőny munkája is, is lényeges, hogy, hogy abban stabilitást adjon a csapatnak, megmondom őszintén, a beilleszkedése lassabban megy, mint mint amire számítottunk. Neki is a, a természetéből, személyiségéből adódóan nyílnia kell, ugye a többiek fele, és el kell fogadni, hogy igen, hogy itt azt váljuk tőle, hogy egy meghatározó szerepet töltsön be. Ez még, ez még nem történt meg ilyen módon, de a képességeit látva, hogy mit nyújtott ő a, a múltban, meg látva, hogy mire lehet képes, azt váljuk tőle, hogy ő tényleg előre lépjen és és egy fontos tagja tudjon lenni majd a csapatnak. És hová tűnt uh, Damon Hill, vagy Gavrits? Hát, ez egy olyan téma, amit uh, Amit, amit lehet, meg fogunk kérdezni. E, Mind meg... addig, amíg pályára nem lép, és be nem bizonyítja, hogy mennyire jó játékos. Én hiszek benne, és edzésen is látom, hogy hogy remekül teljesít, csak hová most, tűnt? Ez, mo most ezt mondhatnám, hogy, hogy ez természetesen az edzőt kell megkérdezni egy picit, hogy hogy mikor van az a, az a pillanat, amikor, amikor ő úgy látja, hogy hogy igenis egy fiatalabb játékosnak is lehetőséget adunk, és, és ebben önkritikusnak kell lenni, azért nem ez az erősségünk, itt így a klubon belül, mert egy fiatal játékost építeni kell, megelőlegezni néha bizalma, természetesen, hogyha látjuk az ő igyekezetét és az ő tehetségét is. Úgyhogy eddig most mondhatom azt, hogy, hogy kevés lehetőséget kapott Gábrics arra, hogy, hogy bizonyítson. Erre volt egy sérülése is, ami hátrát adta, ugye az ősz vége fele, nem volt teljesen ideális. Úgyhogy ez, ez, részben rajta múlik, de részben rajtunk is, hogy, hogy, mikor van az a pillanat, amikor, amikor igenis bedobjuk. Szóval, mert azt szerintem nem lehet elvárni a fiatal játékosoktól, hogy tőlük várjuk úgymond azt, hogy ők döntsék el a mérkőzést, hanem egy jól működő szerkezetben kell őket beilleszteni, és hogy abban tudjanak fejlődni, abban tudjanak kibontakozni, és ez még nem történt meg a, a csapat részéről, a klub részéről, úgyhogy reméljük, hogy evel egy hosszú távú szerződésünk van, tehát a képességei ugye vitathatatlanok, hogy most ez az első évben már sikerülni fog, hogy ez, hogy ez megtörténjen, vagy, vagy csak később ezt majd a jövő meg fogja mutatni. Említetted a szerkezetet, és a napokban több interjút is adtál, hogy nyilván arról is beszélünk, hogy kiről, vagy miért, de tortál majd a vége. de előfordulhat az, hogy mi más szerkezetben fogunk játszani, mint ahogy az elmúlt, mondjuk ezt években, hiszen talán a Stöger is azt játszotta, mint Rebrov többnyire. Hát azért ott is voltak mindig, mindig változások, ugye akár nemzetközi mérkőzések és magyar bajnoki mérkőzések között és uh, változik, tudom. Változik meccs közben is, ugye ez lehet háromvédős rendszer, lehet négyvédős rendszer, lehet egy csatáros, két csatáros. Ugye szerintem három nagyon jó csatárunk uh, van, Frank is amúgy jó állt be a, a az Újpest ellen nagyon, úgyhogy uh, Ryan, Frank és Fortune személyében szerintem uh, megirigylik úgy a, 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 riválisok. Hogy lehet, milyen... hogy, lehet, hogy az az a jövő, hogy ketten egyszerre lesznek pályán? Az is elképzelhető, igen. igen. Úgyhogy ebből lehet aztán arra is gondolni, hogy, hogy szélső bekekkel játszva, ugye Botka Vingo jobb oldalt, Eldár, akinek nagy erénye amúgy is a támadások segítsége, középpályán egy, egy stabil kettő vagy három játékossal, Úgyhogy szerintem a keretünk tényleg nagyon sok variációs lehetőséget biztosít. A lényeg az, hogy hogy egészségesek legyenek a játékosok, minél jobb erőnéti állapotba kerüljünk napról napra, és mindenki verekedjen meg a csapatba kerülését, akkor lesz a legnehezebb, de a legjobb feladata is Stanislavnak, hogy akkor egy erős csapatot tudjon kiállítani. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert ugye nagyon úgy tűnik, hogy a legnagyobb a puskás lesz. És ugye a sorsolást elnézve, megint felcsútra fogunk menni, ahová mostanában nem győzni járunk. Igen, ez egy, ez egy új szituáció amúgy a csapatnak is, és ezen tudatosan kell dolgoznunk is, hogy az elmúlt években csináltuk a dolgunkat a magyar bajnokságban, hoztuk a mérkőzéseket, a konkurens meg hullajtotta a pontokat, és egyszer csak azt vettük észre, hogy 10-15-20 pont különbség van. Ez ebben a szezonban most, most más, másabb lesz. és Egyenlőre. Egyenlőre, egyenlőre. Nem csak azért, mert mi esetleg most néhány ponttal kevesebbet szereztünk, hanem tény, hogy a, a puskás sokkal-sokkal többet szerez. Ezt el kell ismerni, és készen kell lenni, és ezt a csapat például nagyon jól megcsinálta ugye most a hétvégén is, amikor láttuk, hogy nyertek, előttünk voltak, szóval nekünk a győzelemre volt szükség. Ez lehet pozitív is amúgy a számunkra, hogy ez még jobban, úgymond összerántja a társaságot, és, és igenis bizonyítási vágy alakul ki a játékosokban, így a csapatban is hogy a negyedik bajnoki címet megszerezzük. Sorozatban, de... hiszen az a 33. lesz. Így van, hát bízunk benne. De ez egy, ez egy kemény verseny lesz, biztos vagyok benne a bajnokság végéig, és erre készen kell lenni, de ezt mentálisan is tudni kell majd feldolgozni. Mielőtt uzuniznánk és belecsapnánk önmagunk dicséretébe, még előtte egy kicsit a hétvégéről is beszéljünk, hiszen visszajön Böde Dani, mm -hmm. ugye ott van a másik Bödedani Adam Martin néven fut, ugye a gól király előlt, de hát bogesz nélkül. Ez előny, hátrány, jön a 200 kilós csatársor, mire számítsunk? Ugye a Paksnak van egy nagyon jellegzetes stílusa, mióta Bognár György irányítja a csapatot. Ebben nagyon fontos szerepet játszott ugye a fiatal bogesz is, akit jól ismerünk ugye az itteni idejéből is, hogy nagyon jó lába van, tehát nagyon jó lát a pályán, gólveszélyes, ugye 15 gólpaszt adott idén, az fantasztikus szám. Úgyhogy az ő szerepe az nagyon fontos volt ebben a csapatban. Most ne higgyük egy pillanatig se azt, hogy hú, most akkor bármivel könnyebb is lesz. Stíl... Ezért Azért nem vágunk eret magunkon, hogy elment. Nem, így van. Így van, tiszteljük az ellenfelet, tudjuk, hogy tényleg két kellemetlen stílusú olyan, olyan csatára játszanak, akiknek csak oda kell jutatni a labdát valahogy a 16-os környékére, és akkor ott egy, egy box verekedés, birkózás alakul ki, amiben ők erősek. Úgyhogy okosnak kell majd lennünk, hogy őket a kaputól távol tartsuk, illetve hogy mi hozzuk őket olyan helyzetbe, hogy, hogy ők reagáljanak a, a mi játékunkra. Biztos, hogy egy, egy nyíltabb mérkőzés lesz, szerintem egy intenzív mérkőzés, úgyhogy reméljük, hogy a szurkolók számára látványos és pozitív eredmény a mi számunkra. Szóba kerültek már az Afrika-Kupán szereplő játékosaink, ők bevethetőek lesznek ezen a meccsen? Igen, azt várjuk, igen, hogy pénteken megérkeznek, szombaton tudnak edzeni, és vasárnap pedig a, a csapat a vezetőedző rendelkezésére tudnak állni. Ugye mai világban tudjuk, hogy <laughs> semmi sem biztos, de reméljük a legjobbakat, igen, hogy, hogy, ők rendelkezésre állnak. Hát akkor mindenki a gépek elé, és online vegye meg a meccs1.fadi.hu jegyet, vagy jöjjön ki vasárnap 17 óra 15-kor kezdünk. Sok-sok akcióval, meglepetéssel és hát akkor jöjjön a haba tortán, önmagunk dicsérete, ugye bár annyira fontos, hogy azt nem bízhatjuk másra, uzonízzunk egy kicsit. Erről beszéltünk mi már, Tomi, voltál a tévében is, interjúban is elmondtad, és még el is fogod mondani, de a podcast se legyen kivétel, hogy ugye ő volt az a játékos, akit nem csak úgy leakasztottunk, hanem hosszú-hosszú hónapokon, éven át figyeltük. Hogy volt ez? Hát szinte éven, éveken keresztül figyeltük, tényleg 2018-tól indulva, amikor ugye... A... a, kis Mirtó még csatogos lepkét tolgatott, de hát, már hajnal Tomi hát, figyelte. Nem, kis túl, igen, de, de nem, amikor a Lokomotív Zágrában ö, volt, és, ö, és láttam ott élőben játszani, már, már akkor feltűnt tényleg az ő energiája, az ő győzni akarása, az ő képességei, de amikor hogy megkérdeztem ott hogy a, a hozzát, nem is a hozzátartozókat, hanem a, a klub képviselőit, az ügynököd, á, esélytelen, nagyon drága, Spanyolországból figyelték már akkor is, akkor pont a Majorkától volt egy megkeresés. Jó, hát rendben van, hát ez ilyen szóval tudjuk, hogy akkor ilyen játékos nem tudunk megnyerni. Aztán úgy az, abból a dologból akkor nem lett semmi, és mi folyamatosan ugye figyeltük, kapcsolatban is voltunk, és aztán um, úgy alakult az ő helyzete is, meg a milyen kis időközben, hogy, hogy személyesen is tudtam vele találkozni, aztán Zágrában, és azt láttam rajta, hogy, hogy ő számára nagyon vonzó a Ferencváros, hogy ez neki tényleg egy, egy nagyon jó lépés lehet a karrierje szempontjából. Nem álmodozott akkor, mindig volt, meg volt ez a célja, hogy tényleg La Liga, top bajnokság, és hogy és esetleg sikerülhet majd oda neki eljutnia de utána egy nehéz tárgyalássorozaton keresztül sikerült a lokomotívával megegyezni, és, és Mirtot is meggyőzni, hogy, hogy tényleg a Fradi egy nagyon jó lépés lehetne neki, és szerintem az első találkozótól aztán a búcsúig minden igazolta, hogy mindenki szám, mindenki részéről ez egy nagyon jó döntés volt. El azért egy kicsit visszaugranék, mert erről nem esett szó, hogy jó, de hogy került ő egyáltalán a célkeresztbe. Tehát ki fel főre a figyelmet? Egyszer csak jött egy e-mail, vagy benne volt abban a 100-120 játékosban, akit, akit figyelem, de ki ajánlotta, hogy, hogy nem. Ez nincs, Nem Nem, Mi nem, nem ajánlásra megyünk mindig. Persze, hogy figyelembe veszünk ajánlásokat is, de nézzük a mérkőzéseket folyamatosan. Szóval nekem is van, hogy, hogy, hogy úton vagyok, kimegyek, és tényleg egy, egy hétvéget azzal töltök, hogy csak mérkőzést megnézek, és aki ott feltűnik, akkor szóval nem kell, hogy ö, sőt, ezek az ideális helyzetek tulajdonképpen mindenkitől függetlenül, és, ö, és ez így történt a, a Mirtóval kapcsolatban is. Ugye az első mérkőzésem már, már látszódott, ö, hogy ö, ugye volt akkor még egy, egy másik játékos, a Castrati például, aki aztán Dinamo Zágrába igazolt, úgyhogy sok érdekes ö, játékosa volt akkor is a a Lokomotív Zágrábnak, sőt tulajdonképpen mindig, szóval egy nagyon jó nevelőegyesület, ugye a Dinamo Zágrábtól sok játékos kap kölcsönbe, úgyhogy miért egy abszolút ilyen volt, hogy mérkőzésen észrevéve meglátva. És így csináltunk sok millió eurót és, <laughs> és nagy hasznot. Ez egyébként egy ördögi kör, mert ugye eladunk játékost, akkor az a probléma a szurkulóknak, hogy miért gyengítjük a csapatot, ha meg nem adunk el, akkor meg rosszul végzi a munkáját a, a menedzsment? Nem, ezt tudjuk természetesen, hogy, hogy kettős, hogy mondjam, rész, vagy két részből áll ez a dolog, hogy az egyik tényleg, hogy félsz, vagy hogy, hogy a csapat esetleg gyengül, mert ugye ezt mondtam már, hogy, hogy ugye a Mirtó egy olyan szintre ért el, hogy, hogy egy laligás csapat igazolta le, és, és tényleg olyan tervekkel, hogy, hogy kezdő játékosnak. Most ezt én visszafordítva, mi nem tudunk a Láligából kezdő játékost elhozni, szóval most megint ez egy folyamat, amíg, amíg megtalálni esetleg egy olyan játékost, akik, akiben látjuk ezt a potenciált, ezeket a képességeket, és megvan benne ez a lehetőség, hogy ilyen szintre elér. Most azonnal egy az egyben pótolni, az egy, az egy nagyon nehéz feladat, mert anyagilag sem vagyunk abban a helyzetben, hogy a, tudom a Mirtónak is a, az ajánlatait, amik voltak, nagyságrendeken nagyobb összegeket ajánlottak neki, és nem La Ligás csapattól, hanem, hanem olyan országból, meg olyan klubtól, akiket mi az elmúlt években megelőztünk a nemzetközi szereplésünkkel, úgyhogy ez egy óriási kihívás, és nem, nem, jelenti azt automatikusan, hogy most akkor itt mindenki özönlik a Ferencvároshoz, hanem továbbra is ez egy nagyon-nagyon kemény munka az ilyen, ilyen lehetőséget, ilyen játékosokat megtalálni. Nem minden szurkoló nézi valószínűleg ilyenkor a szakmai és az üzleti oldalát ennek az egésznek. Másfél év telt el az érkezés és a távozások között. Sok gól, sok gesztus, megszerették a drukkerek, valószínűleg ezért is fog ennyire hiányozni, persze a gólok miatt is, de, de ez egy üzenet, lehet kifele a, az a uzoni az hasonló játékosoknak, hogy másfél-két év egy ilyen csapatban, mint a Fradi, és ej, jó, közelebb kerülhetsz az álmodhoz? Így van, ez a, ez a legfontosabb uh, üzenete tulajdonképpen most tényleg az anyagi és a gazdasági rész mellett, hogy tényleg sportszakmai szempontból mi egy olyan lehetőséget tudunk kínálni egy, egy ilyen játékosnak, hogy velünk el tudja érni az aktuális céljait, tényleg mert előtte csak álmodott arról, hogy Bajnokok Ligájában játszom, vagy Európa Ligában játszon, illetve mi meg tudjuk teremteni vele együtt közösen, mert ugye ehhez ő kell, hogy, hogy, tényleg egy top bajnokságba el tudjon menni. Volt ajánlat más bajnokságból is, olyan is, amelyik anyagilag kedvezőbb lett volna, de beszéltük az elnök úrral is, hogy tényleg a legjobb üzenete ennek az, hogyha ha tényleg a Laligába tudunk egy top bajnokságba a játékost innen eladni. Ez megnyithat, ez emeli szerintem a magyar bajnokságnak az értékét, erre nagyon felfigyeltek mindenhol. E, játékosoknak megnyithatja jobban a, a, az érdeklődési körét irántunk, úgyhogy e, ez presztis szempontjából, sportszakmai szempontból, gazdasági szempontból egy nagyon-nagyon jó dolog, ami történt. Természetesen mi is szeretnénk, hogyha egy, egy játékost hosszabb éveken keresztül itt tudnánk tartani, de meg kell érteni, hogy hol van a mi szerepünk a, a nemzetközi futballláncban, és, e, és hogyha ezt jól el tudjuk látni, akkor reméljük, hogy a jövőben is e, még hasonló ilyen dolgokat tudunk megvalósítani. Ennél jobb végszó nem is volt. Tomi, nagyon sok mérkőzést nézél, nagyon sok uzunit fedez föl nekünk. Vegyünk és adjunk el, és közben érjünk el sikereket. Én ezt kívánom. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, Tamások. Ez volt a Fradi Podcast. Hajrá, Fadi. Hajrá, Fradi! Hajrá. Fradi.